harmadik alpolgármesteri ciklusát kezdi fegyveres fiskál Gábor Nagykovácsiban. És akkor kezdjük is a beszélgetést innen, hogy társadalmi állású alpolgármester, nem biztos, hogy minden nézőnk tudja, hogy van az alpolgármester, meg az alpolgármester, de hogy az alpolgármesterből lehet ilyen is, meg olyan is, azzal nincsenek tisztában sokan, most ebben segíthet képviselő úr. Köszönöm, hogy azoknak, akik bizalmukkal megtiszteltek a választáson, és azoknak is köszönöm, akiket majd a következő 5 évben képviselhetek, akár képviselőként, akár alpolgármesterként. Igen, nem sokan vagy kevesen tudják, hogy mit jelent az, hogy társadalmi állású alpolgármester. Ez a 2011-es önkormányzati törvény szabályozza, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a polgármesternek vannak helyettesei, ez lehet főállású, lehet társadalmi megbízású, vagy külsős alpolgármester. A társadalmi megbízású és a társadalmi állású megbízású és a főállású alpolgármesternek a tevékenysége nagyságrendileg egyforma, tehát az nem különböző. Nálunk annyiban különbözik, hogy a helyettesítést a főállású alpolgármester valósítja meg, tehát gyakorlatilag a helyettesítés esetén, hogyha aláírási kötelezettség van, akkor ezt ő teszi. Egyébként mi a dolga? Tehát alapvetően az alpolgármestereknek a tevékenysége, a polgármester helyettesítése, illetve azoknak a tevékenységeknek a megvalósítása, amelyek vagy állandóak, vagy esetiek, amelyen megbízza a polgármester. De hogy lesz valaki alpolgármester? Hát a polgármester jelöli, tehát ez egy kifejezetten fontos kitétel. A polgármester jelölése alapján a képviselőtestület titkos szavazással választja meg. Majd ezt követően esküt tesznek az alpolgármesterek, és onnantól kezdve kezdik és végzik a munkájukat. A főállású alpolgármester és a társadalmi megbízású alpolgármester között az alapvető különbség a munkajog határozza meg. Tehát amíg a társadalmi alpolgármester nem vonatkozik, és nincs a munkajog által sem a képviselőtestületnek, sem polgármester asszonynak a szerződés és jogviszonyában, addig a főállású alpolgármesterre ez igaz, és az egy alapvető különbség is. Tehát a főállású alpolgármester például jutalomra is, idegen nyelv alapján, plusz jövedelemre, kafetériára, lakhatásra, stb. Kaphat támogatást, addig ezt a társadalmi megbízású alpolgármester nem kaphat ilyen összeget támogatást. Ami alapvetően fontos, az a megosztás, és akkor ugye a kérdésének a második fele pontosan erről szólt, hogy milyen tevékenységek vannak, amelyek megosztásra kerültek. Nagykovácsiban az én, és akkor most már innentől nem érdekes, hogy társadalmi nem, tehát gyakorlatilag ehhez az alpolgármesteri funkcióhoz, tevékenységhez rendelte hozzá a polgármester asszony a közbiztonság tevékenységét. Ezt határozottan meg kell fogalmazni, hogy ez a rendőrségen túl, a készszerületi szolgálat nélkül ez nincs. Tehát, hogyha nincs készszerületi szolgálat, akkor itt a közbiztonságnak ezt a fajta minőségét, ezt a fajta nyugalmat, amit itt a településen, hála Istennek, minden egyes lakos érez, hogy itt akár hajnali 2-kor is ki lehet menni sétálni, és ezt nem tudjuk elmondani Magyarországon minden településen, Európában meg aztán még kevésbé mostanában. Ezt annak köszönhető, hogy van egy olyan csapatunk, van egy olyan szolgálat, akik erre vigyáznak. Tehát ez az egyik, amit úgymond hozzám rendeltek. Aztán hozzám rendelte tevékenységben a honvédelmi tevékenységet, a honvédelmi referensi pozíciót. Ez gyakorlatilag egy kényszerhelyzet, hiszen amióta az ukrán-orosz háború van, azóta a magyar kormány ezt megfogalmazta, és minden egyes településnek van egy ilyen megbízott úgymond vezetője. Ha most egyszerűen lefordítom hétköznapi nyelvre, a polgármester asszony a parancsnok, és a honvédelmi referens pedig az, aki minden szervezésért és minden megvalósításért úgymond felelős. Ez azt jelenti, hogy itt különböző rendezvényeken kell részt venni, különböző oktatásokon kell részt venni. Ezen kívül vannak olyan tevékenységek, amelyek szintén ehhez a témához és ehhez a alpolgármesterhez rendeltetett. Ez valószínűsíthetően a szakmámból fakadt, tehát a klíma és környezetvédelem témakörében, amelyet viszont meg azt tudom mondani, hogy másik alpolgármesterünkkel, Barbara nélkül ez nem működhetne, tehát ez egy közös projekt. És akkor most mondok egy olyat, hogy egyszerű legyen, amely az eseti. Tehát itt van ez a közlekedési anomália, amely már második éves útja Nagykovácsit. Ez egy abszolút eseti történet, reméljük, hogy nem lesz állandó.
ezzel kapcsolatosan megkerestünk különböző szerveket, kértük a közutat, kértük a kormányhivatalokat, kértük a második kerületi önkormányzatot, hogy segítsen ebben. Különböző vizsgálat eredményeképpen az jött ki, hogy nincs itt semmi baj, nem vagyunk mi rosszabb helyzetben, mint a többi agglomeráció. Igen, nem csak ezt mi másfél éve érezzük, amióta a második kerület két menekülő utcánkat is lezárt, de nem adjuk fel, tehát azért mondtam, hogy eseti tevékenység, és hiszem, hogy ez egy projekt tevékenység, mert most a budapesti közútnál vagyunk egy újabb tárgyalás sorozatban, hogy hogyan és milyen módon lehetne legalább kb. 50%-kal csökkenteni ezt a dugót, valószínűleg egészében nem fogjuk tudni megtenni. Csak az utolsó témám, ami szintén az képviselet, például a különböző önkormányzati szövetségeknél való rendszeres képviselete a településnek, tehát ami úgymond nagykovácsi határain túl is nagykovácsi érdekében meg kell felelni és meg kell jelenni. Abszolút kompakt volt ez az összefoglaló, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy jó egészséget kívánjak a következő 5 évre is. Igyekezni fogunk, és köszönöm a bizalmat.